mikrokozmosz rezdülések, akár István fotói elé. Romai György, Debussy volt fény. Csillagfény lepke tánca, felhő. Siklik az égen vitorlája, rózsavársonya bomlik. A lágy emlékbeli szélben, szirmokulnak csendül a túvize, kristály, lombra, a holt könnye szitál. A fény játéka, a fény pászmák előbukkanása és rebbenésszerű eltűnése, a villózás és a fényből árnyékba hajló látvány. Ez Makári István fotóinak belső eszenciális ereje. Fotókon költözött be az impresszionizmus néhány hétre a solymári Apáczai Csere János művelődési ház kiállító termébe. Az alkotónak ez az első önálló kiállítása, a fotózásig azonban hosszú út vezetett. Én erre törekszem, hogy megpróbálok önálló alkotóvá válni, alkotó kiállító művésszé válni. Közel lakunk a természethez, sokat járjuk, látom, nagyon szeretem, megnyugtat. Szeretem meglátni ezeket a sokszor kis dolgokat, amik mellett úgy el is lehet szaladni, és aztán rájöttem, hogy ezeket érdemes lefotózni. Most ez így inkább az ősztél, ami itt van, a négy évszakot mindenképpen meg szeretném ilyen makróvilágban csinálni, de biztos, hogy szeretnék embereket, aktokat, sok mindennel szeretnék megfoglalkozni. Még az elég fiatal vagyok ahhoz, hogy bejárjak egy-két utat. Makári István meglepetésemre egy nagyon őszinte vallomást fűzött a képekhez, ahogy mondja, és a bejárat mellett olvasható fogadófalon is látható. A képek válsághelyzetben születtek. Az iparművészeti főiskola elvégzése után, mint pályakezdő grafikus, majd pár év múlva saját cégalapító marketing kommunikációs szakember igen sikeres volt. Aztán elmaradtak a feladatok, és ahogy az egész szakmát, ők is elérte a válság szelet. Ennek ellenére a kiállítás mégis a reménykeltő fénykereső címet viseli. Amikor elkezdtem dolgozni, akkor elkezdtem fotográfiával úgy dolgozni, hogy próbáltam műtárgyakat előállítani, és komolyabban kezdtem el csinálni, mert a tevékenységemnek egy komoly része az úgy megszűnőbe volt, van, és kerestem magamnak másik alkotást, amivel le tudom kötni magam, a tetvágyamat ki tudom elégíteni. És hát nyilván ez nem egy kitalált projekt, hanem kerestem a képeket, és valahogy az jött ki belőle, hogy a fényt keresem. Tehát utólag kapta meg ezt a kiállítás címet, de amint láthatjátok, mindenütt szinte megjelenik a fény, valahol az út végén, a folyónak a túlpartján. Tehát valójában párhuzam az én életem és a fény megjelenése között, mert én is keresek valami kiutat abban a nehéz helyzetben, amiben szerintem nagyon sok hasonszörű ember benne van. Makári István a Magyar Iparművészeti Iskola elvégzése után saját kreatív stúdiójában a rendszerváltás utáni reklámgrafikai aranykor aktív résztvevője volt. A 90-es években multinacionális cégek kampányait tervezte és kivitelezte, kamatoztatva az Iparművészeti Főiskolánál sajátított sokoldalú szakmai tudást. A mostani kiállítás egy egész más irány, de teljesen nem idegen alkotójuktól, hiszen családjában többen is foglalkoztak fotózással. Az alumínium lemezekre kasírozott, impresszionista hatást keltő képek a különleges nyomtatásnak köszönhetően szinte örök életűek, nem veszítenek színeikből. Családom fölmenői is inspirálnak, nagyon érdekes képeket csináltak. Apu is, bár ő mérnök volt, de mégis nagyszerű amatőrfotós volt, maga dolgozta ki a képeit, és tudott olyan képeket csinálni, amelyek túlmutatnak egy egyszerű leképezésen, vagy egy családi hangulat megörökítésén. Vannak nagyon érdekes képei, és az ő édesapja is, aki tanító volt Kecskeméten, ugyanígy. Ő neki még volt egy saját gyártmányú nagyítógépe is, és azzal is dolgozgatott. Úgyhogy egyébként tervezem is, hogy majd, és ez inspirál, mert most így négyen vagyunk Makári Istvánok a sorba, akik így készítenek képeket, hogy ebből összehozunk egy közös kiállítást. Most életének második felében az egyéni személyes alkotói periódusa érkezett el. A megrendelők igényeinek kielégítése helyett
a lélek és az egzisztenciális lét kérdései foglalkoztatják. A természetben, a teremtett világban keresi a fényt, az élet szépségét. Engem érdekel a spiritualitás. Szép ez a fény, ahogy így megjelenik, most úgyis advent közeledik. Azért ebben a korban én azt hiszem, hogy mindenki másképp gondolkodik az életről, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, amikor nagyszerű fiatalként repültünk bele a reklámszakmába és fölemelkedtünk. Most azért már látunk más dolgokat.